műsort támogatja az Alakaros Varázslatos Wellness Birodalma, a 4 csillagos Mendem Magic Spa és Wellness Hotel. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. ballaingatlan.hu. Jó napot, jó lakást, ez a lakásvásárlás 6-os csatornán. Köszöntöm Önöket. Három témával foglalkozunk a mai adásban. Szó lesz a birtokvédelemről, erről viszont keveset beszéltünk még az elmúlt egy-két esztendőben, 4 éve megy a műsor egyébként. Ehhez kapcsolódóan beszélgetünk a kémiai bélelésről, a kémiai felújításokról, úgy látszik most ennek az idejét is éljük. És a harmadik pedig egy nagyon örvendetes hír, egy szép magyar siker, mindjárt elmondom azt is, hogy miről beszélünk, bemutatom elő a vendégeimet, Lestján Mária építész, Dr. Németh Miklós, a Magyar Ingatlan Gazdálkodók Szövetségének főtitkára, és számtalan egyéb nemzetközi funkcióval is rendelkezett, most nem mondjuk, mert nem férne bele az adásidőbe, és Dr. Barkas Grünfeld Loránd, ügyvéd, a róla elnevezett irodának a vezetője. Szervusztok! No, azt mondtam, hogy szép magyar siker született az Európai Unióban, valóban így van, Dr. Németh Miklóst tisztelték meg azzal, és szívből gratulálok egyébként. Köszönöm. Pontosan idézem, hogy milyen feladatot is kapta. Az Uniós Ingatlan Tanács beválasztotta Miklóst a tanács minősítő bizottságába, és a feladatod az, hogy a 27 országnak az ingatlan fejlesztéseit minősítsétek, de mindjárt elmondod majd, hogy valóban mi a feladatod. Amit érdemes erről tudni, hogy te vagy az egyetlen, mert lengyel elnök van, de a lengyel elnök mellett, ugye te vagy a másik közép-kelet-európai képviselő, sőt, ha jól tudom, magyar szakember nincs is semmilyen ingatlan testületben az Unióban, te vagy az egyetlen. Hát az Európai Ingatlan Tanácsban, a CEPI-ben, amit 1989-ben alapítottak, aztán 2014-15-ben egy egyesülés folytán tulajdonképpen a közvetítőket és a kezelőket tömörítő nagy egyesült szervezetté vált brüsszeli székhelyel, ez valóban igaz. A mi szervezetünk a Magyar Ingatlan Gazdálkodók Szövetség, amelynek én vagyok a főtitkára, az egyik tagszövetsége, az egyetlen magyar tagszövetsége, amit említetted, és most Bécsben a közgyűlésen az a megtiszteltetésért, hogy ennek a minősítő bizottságnak lehetek a magyar tagja, ennek több külföldi, mint említetted, lengyel az elnöke, olasz, belga, német tagja van, és Magyarországról pedig engem kértek föl, hogy vegyek ebben részt. Mi a feladatod? A bizottságnak mi a feladata, és azon belül neked konkrétan? A bizottságnak az a feladata, hogy azokat az Európai Uniós forrásból megvalósuló ingatlan fejlesztéseket vizsgálja, és azokat, amelyek arra érdemesek, azokat egyfajta minősítéssel lássa el. Megvannak azok a kritériumok, nyilván, hogy melyeknek kell megfelelni, és itt elsősorban, vagy kizárólagosan az ingatlannal és az ingatlan fejlesztéssel kapcsolatos kritériumok szerepelnek, természetesen a városrehabilitáció és a városfejlesztés is ennek egyik részszelepe. De bocsáss meg, Lossz, itt ugye a pénzügyi felhasználás nem ti vizsgáljátok, az az Unió bizottságainak a feladata, ti kimondott a fejlesztésekkel és annak a minőségével foglalkoztak. A fejlesztésekkel és ugye ezeknek a fejlesztéseknek egyfajta szakmai elismerését adja ez a bizottság. Én nagyon remélem, hogy több olyan magyar siker is fog születni, akár ebben az évben is, ami talán ad egyfajta elismerést a szakmának, egyfajta visszacsatolást, de a legfontosabb része ez az, hogy azok a cégek, akik ebben részt vesznek és ezzel a minősítéssel rendelkeznek, az azokon az Európai Uniós forrásokból megvalósult fejlesztésekben, amelyeket határokon átnyúló fejlesztések. Tehát most gondoljunk az Interreg programnak a különféle alfejezeteire. Több más ország, több más városával közösen az Európai Unió égisze alatt vagy finanszírozása segítségével tudnak projektekben részt venni, azokat megvalósítani, és ezeknek kvázi a disszeminációját, és ez nagyon fontos, az elterjesztését is tudják segíteni. Hiszen nem elég valamit jól csinálni, nem árt, hogyha a közvélemény is tud róla. Így van. Mindenképpen kapcsolódom ahhoz, amit mondtál, ingatlanfejlesztések, meg magyar elismerések. Azért létezik egy ingatlanfejlesztési nívódi pályázat, a FIAPCI, amely igen nagy nemzetközi szervezet szintén. Ők évről évre kiírják ezt a nemzetközi pályázatot, ennek van egy magyar előselejtezője,
És azért mondjuk el azt, hogy igen, sikeresen szerepelnek a magyar pályázatok. Minden évben elhoztunk legalább egy első helyet. Most már van vagy 6-8 különböző kategória. Hát nem akarok, nem is lövöm lapoim. Szóval idén is úgy néz ki, hogy elég jókkal pályáztunk. A FIAPSZI az a világszervezet. Így van. Ugye nagyon fontos, hogy a világszervezet, amely tulajdonképpen a 6 kontinensről egyesíti az ingatlanos társadalmat. A mi szervezetünk, az európai szervezet, az elsősorban Európára fókuszál, ebben különbözik. Nyilván ugye kisebb rész, de azt talán mélységeiben jobban vizsgálja. A FIAPSZI-ban az elmúlt 15 évben, mivel nagyon komoly magyar képviselete is van az országnak Gönczi László úr személyében, ezért a FIAPSZI-ban mindig a magyar projektek nagyon komoly elismerést kapnak, de jó kis. Nem ezért. Ezt a Gönczi úr mindig elmondja, hogy semmi köze nincs hozzá, ugyanis hogy nem vehet részt azokban a projektek az elbírásában, amelyek Magyarországról érkeznek. Tehát ilyen módon, és nem csak ő, hanem más országbeliek sem vehetnek részt a saját országok által delegált pályázatok elbírásában. Tehát az, hogy tiszta verseny van. Nyilván hát azért vannak vacsorák, ahol lehet beszélgetni egymással, de az, hogy tiszta verseny van, és így érünk el nagyon szép eredményeket, tehát mindenképpen le a kalappal a magyar fejlesztések előtt mindenki. Mert nagyon jók a magyar fejlesztések, tehát ezt ismeri el tulajdonképpen így a világszervezet. Viszont és akkor a ti feladatotok is viszonylag egyszerű lesz a magyar fejlesztéseknél, hiszen azért itt minőségi projektekkel találkoztok majd. Mint hogy nyilván máshol is, tehát azért, de hát itthon is megyünk ennyire hazahúzóak. Hogyha azt nézem mondjuk, hogy lengyel az elnök, akkor azért Lengyelországban is nagyon komoly ingatlanfejlesztések vannak, sőt lehet mondani, hogy talán a működő tőke ott még nem csak a piac miatt, hanem egyébként is jól működik. Számomra ez egyébként ezért is egy nagy kihívás, mert én azt nagyon szeretem Lengyelországot, és lesz lehetőségem betekinteni jobban azokba a futófejlesztésekben, amik ott futnak. Pont ezt akartam mondani, hogy ez a lehetőség azért neked most hivatalosan is megadatik, hogy esetleg olyan tapasztalatokat szerezzél hivatalból, amiket át is tudsz adni szakmailag, esetleg magyar fejlesztőknek. Ha nem jutott volna eszükbe, de hát szerintem ők is járják a világot. Járják a világot, számomra ez tényleg, hogy nem szégyen az okosabbtól tanulni, és nem szégyen esetleg egy olyan országból, ahol már egy kicsit előrébb járnak bizonyos kérdésekben, talán egy kicsit minket is ilyen szempontból helyzetben. Van még egy terület, amiről mindenképpen szeretnék beszélni. Az ingatlan közvetítésben is tervez ez a bizottság előrelépést, amire azt gondolom Magyarországon különösen szükség lenne. Mik az elképzelések? Az Európai Bizottságnál lesz most 12-én. Az a meghallgatása valamennyi Európai Unióban, tehát nem csak az ingatlan tanácsban, hanem valamennyi az ingatlanos szakmában dolgozó európai szervezetnek, ahol az úgynevezett ingatlanos szakmai kártyáról szó lesz. Az ingatlanos szakmai kártyáról, ami az ingatlan közvetítőket fogja érinteni, hogy milyen szakmai képesítéssel, minősítéssel lehet valaki ingatlan közvetítő. Ez ugye az Európai Unió 28 országában teljesen eltér. Van, ahol pénzügyi biztosíték letételéhez kötött, van, ahol szakmai felelősségbiztosítás minimuma elért. Tehát nagyon kötelező. Van, ahol ennél sokkal szabadabb a szabályozás. Meg kell állapítani azokat, és tulajdonképpen erről már 2 éve megy a feltárás, hogy az egyes országokban milyen követelményekhez van kötve az, hogy valaki ingatlan közvetítő legyen, és itt most nem csak a névjegyzékről vagy az egyéb adminisztratív aktusokról kell értekezni, az oktatásról és annak a minősítéséről is, hiszen nem mindegy, hogy honnan kerül ki egy szakember a piacra, adott esetben ténylegesen megfelel az oktatási intézmény azoknak az elvárásoknak, amiket mondjuk egy európai közösségben alkalmazni kell. Segítséget is adhat, ha mondjuk valaki külföldön akar, akár egy kelet-közép-európai országból, egy nyugat-európai országba tevékenységet folytatni, akkor azok a különbségek ilyen módon áthidalhatók, amelyek most jelen pillanatban megvannak, azáltal, hogy több olyan intézmény van minősítve, oktatási, felsőoktatási intézmény, amely olyan diplomát adhat ki, amely megfelel, illetve ezek a szakmai minimum követelmények, ezek egységesek, és talán ez a legfontosabb, hogy egységes minimum szakmai követelmények legyenek. Na, ki mondtad, amit akartam kérdezni, hogy egységes, de örülök neki, hogy egységessé válhat az európai ingatlan közvetítés. Ez azért fontos nekünk magyaroknak, mert ha valahol nagyon támadják az ingatlan közvetítést, és a közvetítőket, az Magyarország. Ugye itt mi házon belül tudjuk, hogy milyen anomáliák vannak, és azt gondolom, ennek a szakmának kimondottan jót fog tenni, hogyha egy egységes európai norma alapján fog majd működni az oktatásban, és egyáltalán a működésében az, hogy kártyával tud majd
igazolni tudja magát fényképes kártyát. Tehát ez hihetetlen nagy előrelépés lesz a szakma számára. Ugye van egy képesítések elisméréséről szóló Európai Uniós irányelv, ami tulajdonképpen a szakma specifikusan határozza meg, hogy milyen képesítéssel, ehhez mi szükséges, és azáltal a szakma gyakorló mit tehet, vagy mit nem tehet. Vagy adott esetben milyen oktatási továbbképzésre van szükség. Na most ebbe az elismerésre, ebbe az irányelvbe kellene vele lakni, beletenni valamilyen módon az ingatlanosokat is, odavalók, és meghatározni ezeket a követelményeket. Tulajdonképpen ez a vita, ez erről folyik. Vissza fogunk erre térni, mert nagyon érdekes. Szerintem egy-két héten belül erre mindenképpen újra fogunk beszélgetni erről. Kíváncsiak a részletekre is. Pontosan azért, mert a nézőink is sokszor találkoznak ingatlan közvetítővel, és hát most jó híreket tudunk majd adni, hogy egységes európai elvek szerint tud működni a szakma. Mikortól várható csak egy fél mandattal? Hát én nem vagyok jós, és nem is szeretnék ebbe bele... Még most folyik a... Mivel két éve folyik folyamatosan, és most az Európai Tanács elnöke, aki most egy belga úriember kerül a bizottság elé, én remélem, hogy mivel a minősítő bizottságnak az ülése Danzban lesz júniusban, 12-én utána már többet tudok. Nagyon jó, köszönöm szépen, jó hírekkel jöttem mindenképpen. Folytassuk akkor a birtokvédelemmel, hát köthető az nagyjából az uniós ügyekhez is. Milyen kategóriák vannak a birtokvédelemben? Ugye gyakran találkozunk ezzel, tulajdon esetében, társaságok esetében, sokszor vitákra is adok ott. Milyen fő kategóriák vannak, és mikben vannak perek? Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a birtokvédelemnek vannak eszközei, ezt nyilvánvalóan ugye alapvetően a polgári jogi, dologi jogi alapismeretekből ugye a jogászok el szokták tudni sorolni azok számára, akik ilyen problémával érintettek. Hát végül is a sorrend mindegy, gyakorlatilag van az önhatalom, a birtokper, és talán lehet, hogy mindegy, itt a sorrend nem volt jó, és a harmadik az pedig a jegyzőtől igénybe vehető, a tényleges birtokhelyzet alapján igénybe vehető, és általában a vitás helyzet kialakulását követő, egy éven belül igénybe vehető birtokvédelmi eszköz. Ez az elmondtabb megközelítés. Ha vagy gyakorlati útra tereljük, akkor azt mondom, hogy például tulajdonos esetében, aki mondjuk bérbe adja a lakását, ugye ebben az esetben előfordulhat, hogy bizonyos birtokvédelemre szüksége lehet. Hogyha nem, ha a szerződése lejár mondjuk, és benne akar maradni. Ez egy tipikus birtokvédelmi Ez egy feladat. Tipikus birtokvédelmi probléma. Gyakorlatilag a tulajdonos, aki kiadja a lakását, az nyilván köt ezzel kapcsolatban egy megfelelő szerződés, lesz egy jogviszony, ami biztosítja a jogcímet a birtokláshoz. Tehát a bérlő, mondjuk, hogyha itt egy bérleti jogviszonyról van szó, akkor a bérlőnek jogcíme van arra, hogy birtokolja a lakást. És addig, amíg gyakorlatilag neki ez a jogcíme fennáll, úgy nem tekinthető jogalap nélküli birtokosnak. Így a vele szemben való fellépés az alapvetően a bérleti szerződés keretein belül marad. Addig, amíg neki gyakorlatilag az a jogcíme fennmarad, addig a tulajdonos, aki egyébként főleg az új polgári törvénykönyv terminológiája szerint főbirtokosnak tekinthető, mert most van albirtokos és van főbirtokos. Az albirtokos ugye az, aki ténylegesen birtokban van, tehát a tényleges hatalmat birtokolja a dolog felett. Nem, az hatalmat, tehát gyakorlatilag ugye az azt jelenti, hogy aki ténylegesen birtokban van, fizikailag birtokban van. Amíg az albérlő. Az albérlő és albirtokos, ugye ez egy eltérő terminológia, de ugyanaz, és a tulajdonos az vele szemben így módon addig nem tud fellépni, amíg a jogcíme ugye fennáll a bérlőnek. Tehát hogyha ott vitás helyzet alakul ki, az általában egy szerződéses vita szokott lenni, és ilyen esetben ugye mit tud tenni a tulajdonos? Hát tulajdonképpen az önhatalom az egy olyan eszköz, amihez nem szoktak folyamodni, ugyanis azt csak akkor lehet igénybe venni, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valaki ténylegesen fellép és átveszi a birtokot, vagy egész egyszerűen ténylegesen, tevőlegesen tesz valamit, ami által a másik birtokon kívül kerül. Ez nyilván egy tevőleges fellépés, ehhez nem szoktak folyamodni, mert ez a birtokvédelmi eszköz csak akkor adott, hogyha a többi birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó idő olyan helyzetbe hozná a birtokvédelmet igénybevevőt,
hogy veszélyeztetné a birtok megszerzését. Tehát ezt nem szokták igénybe venni. Nyilvánvalóan az az első lépés, hogy a jegyzőnek szólnak. A jegyző... Az jegyzői hatáskör. Igen, a jegyző az gyakorlatilag a tényleges birtok helyzet alapján jár el. Ő általában a birtokhoz való jog kérdését nem vizsgálja. Tehát gyakorlatilag ő, hogyha meggyőződik arról, hogy az, aki ténylegesen birtokban van, annak nincs olyan körülmény, ami az ő jogalapját nyilvánvalóan cáfolná, mert ez az egyedüli eset, amikor a jegyző azt mondja, hogy változtat a birtokhelyzeten, akkor a tulajdonos nyilván nem fog sikerre járni. Tehát egy szerződéses vita esetén nem tekinthetjük, tehát egy szerződéses vitát nem tekinthetünk nyilvánvalónak jogi szempontból, tehát a jegyző azért, mert a bérbeadó és a bérlő között van mondjuk egy elszámolási vita, és felmondták közben a bérleti jogviszonyt, nem fog állást foglalni, és nem fog változtatni a birtokhelyzeten, tehát a bérlőt nem fogja kitenni. Ilyenkor ő nyilván fog hozni egy elutasító határozatot, ami közigazgatási úton már nem támadható, nincs vele szemben fellebbezés lehetőség, ellenben bírósághoz lehet fordulni, a jegyző döntésének kézbesítésétől számított 15 napon belül be lehet nyújtani a keresetet a bérlővel szemben, és kell kérni a jegyző döntésének a megváltoztatását, és akkor gyakorlatilag ott már nyilván a birtokláshoz való jog lesz igazán a pertárgya, tehát a bíró az nyilván meg fogja már vizsgálni, hogy a szerződéses vita esetén mondjuk a tulajdonosnak igaza van, és nyilvánvalóan akkor ő el fogja rendelni a birtoksértő állapot felszámolását, és úgy ki fogják tenni a lakásba. Igen, de hát ugye azért ennek ez egy időigényes eljárás. Igaz, a viták főleg itt vannak, ugye, mert ugye gyakran használjuk azt, hogy birtokon belül vagyok. Szeretjük ezt használni. Most de ki van birtokon belül, ugye? Mindig ez a kérdés. Hogy a tulajdonos van birtokon belül, vagy a bérlő, aki szerződéssel rendelkezik, és ő gyakorolja ezt a lehetőséget? A birtokon belül vagyok köznyelvi fordulat, az azt jelenti, hogy ténylegesen ő fizikailag ott van. És ezzel és vissza is élhet akár. És ezzel vissza is élhet, és nekünk egyébként voltak olyan vitásügyeink, nem bérlő és tulajdonos vagy bérbeadó között, hanem vállalkozó és megrendelő között, hogy volt egy építési terület, mondjuk egy épületfelújítás, ahol a vállalkozó felvonult, és közben komoly elszámolási vitába kerültek, de nyilván a vállalkozónak is, amíg birtokban van, megvannak a jogai, ő ott van az építkezés területén, ott vannak a szerződéssel, megbízással, tehát van hozzá a szerződése, igen, ott vannak már a beépített épületrészek, berendezések, felszerelések, amire gyakorlatilag neki bizonyos esetben zálogjoga van. És ilyenkor, hogyha a tulajdonos le akarja váltani a kivitelező társaságot, és új társasággal akar felvonulni, és felmondja a vállalkozási szerződést, akkor szintén sokszor a vállalkozó végső elkeseredésében nem akarja elhagyni az ingatlant, ott marad, és mindvégig arra hivatkozik, hogy ő birtokban van, általában sikerrel is szokott járni, és mi volt, hogy eljártunk olyan ügyben, ahol gyakorlatilag némi kis trükkel a tulajdonos birtokba juttattuk, tehát ténylegesen fizikailag bejuttattuk az épületbe. De ez a nehezebb eset. Ez nehéz eset, mert ilyenkor már fel vannak készülve, főleg egy nagy projekt esetén a vállalkozók, és nem nagyon akarják engedni, hogy birtok. Sokszor van, hogy őriztetik már az ingatlant. Emlékszünk ilyen ügyekre egyébként, majd aztán mesélsz te is erről. Úgyhogy mi is egy olyan ügybe jártunk el, ahol már félig meddig egy biztonsági szolgálat volt kint, de nem voltak túl éberek, meg voltunk elég fifikások ahhoz, hogy bejutassuk a tulajdonost, és utána viszont megkértük a vállalkozót, hogy távozzon. Ilyenkor általában a rendőrség szokott a helyszínre érkezni, és a rendőrség megint csak nem kezdi el vizsgálni azt, hogy itt azt látják, hogy egy polgárjogi vita van, kérdezik, hogy ki a tulajdonos. És akkor ilyenkor nyilván azért mégis a tulajdonosnak a legerősebb a jogcíme arra, hogy birtokban legyen, birtokban van, és akkor utána
a tény, vagy a birtokhelyzet az gyakorlatilag azonos mind a két esetben, mert mindegyik fizikailag ott van, mindegyik kettő birtokban van. Ilyenkor általában nyilván nem a tulajdonost kérik meg a távozásra, hanem a vállalkozót. Jó, hát ez előfordulhat kéménybérelés, vagy kéményfelújítás esetében, és mondjad, Mária. Csak van, amikor nagyon nehéz megkérni a kivitelezőt, hogy távozzon, különösen amikor elektronikus építési napló vezetési kötelezettség van, és benne át van adva a munkaterületünk. Tehát azt én nem tudom tőle visszavenni, azt neki kell visszaadni, annak különböző feltételei vannak, különösen akkor, hogyha én ezt valakinek oda szeretném adni, tehát további olyan problémákat generál, ami mondjuk egy kivitelezés folytatását nagyban megnehezíti. Pláne a jelenlegi jogi helyzetben, ahol mondjuk ez egyszerű bejelentési eljárás okán, ugye az elektronikus építési napló vezetési kötelezettségben van minden dokumentálva és jogszerűvé téve. Neked a praxisodban volt ilyen egyébként? Birtokvédelem? Hát ugye nem tudom, hogy a birtokvédelmet azt honnantól lehet kérni, jelenleg van olyan társasházi ügy, ahol a társasházi lakást ketté osztotta a bent lévő tulajdonos, az alapító okirat és a társasház hozzájárulása nélkül, nyitott egy falat, ugye, vagy egy ajtót a társasházi közfalon. Na most a jegyző úgy döntött, hogy hát ő elutasítja a kérelmet illetékesség hiányában, és ugye semmi más lehetőség nincsen, csak az, hogy menjünk a bíróságra. Tehát én, aki ma egyébként építkezik, vagy társasházat, irodát, ingatlant üzemeltet, én mindig azt mondom, hogy megfelelő szinten dokumentálja magát, mert egyébként nem fogja tudni ezekben a birtokvédelmi és egyéb eljárásokban az ügyeit intézni. Tehát az elektronikus építési napló erre is nagyon jó, hiszen ez egy hivatalos Hát hol jó, hol nem jó, mert mondjuk, ha például nem tudom, akár a felelős műszakit, akár a kivitelezőt rákényszeríteni arra, hogyha levonult, vagy bármi egyéb saját magát egyébként ezekből a rendszerekből megfelelő módon kiléptesse, akkor nagyon nehéz ezeket a mechanizmusokat végigvinni. Ezzel kapcsolatban csak annyi jutott eszembe, hogy amennyiben az építkezés például bármilyen társasházi közös tulajdonban tartozó épületrészt valamilyen módon érint, és valamilyen okból a társasháznál előzetesen, talán azért, mert mondjuk teljes egyetértés volt abban, hogy ez az építkezés ez ilyen módon megtörténjen, vagy mondjuk például a társasháznak a fűtési rendszerét, mondjuk a kéményeit felújítsák, és nem kérték ki a közgyűlésnek a jóváhagyását hozzá, és az építkezés érint valamilyen közös tulajdon tárgyát képező épületrészt, akkor számítani kell arra, hogy bármelyik tulajdonostárs gyakorlatilag egy birtokvitába burkolta, meg fogja tudni támadni ezt az egész folyamatot. Nekünk van egy ilyen ügyünk. Milyen esélye, mondd el az ügyet röviden, de milyen esélye támadhatja meg? Addig, amíg nincsen közgyűlési jóváhagyás, addig szinte 100%-os pernyertességi eséllyel, mert gyakorlatilag a bíróság azonnal azt fogja mondani, még nem is nagyon kezdi el vizsgálni, hogy ténylegesen az az adott tevékenység, az ő ténylegesen zavarja a birtoklásban, és hanem egész egyszerűen azt fogja nézni, hogy jogalappal zavarja, vagy jogalap nélkül zavarja, és jogalap nélkül, miután, és már nem is nagyon kezdi el vizsgálni, hogy az ténylegesen zavaró-e vagy sem, mivel nincs hozzá közgyűlési hozzájárulás, és ő erre bármikor, mint egy Jolly Joker tud hivatkozni, nem döntött róla a közgyűlés, engem meg zavar, a kettőnek gyakorlatilag a vegyülete az az, hogy a bíróságon biztosan a birtokvédelemnek helyet fognak adni, és le fogják állítani az építkezést. Tehát itt a közgyűlés, az SMS tud hát esetleg... Hát ugye a közgyűlés az mindig nagyon fontos, hogy döntsön. Ugye most a kéményekről pár szót, ugye a 21/2016-os BM rendelet életbe lépésével, azért az ellenőrzéseknek a mechanizmusa, és hogy miket vizsgálnak is nagyobb részben ugye a jogszerűség irányába hat, nagyon sok kötelezést ad ki jelenleg is a hatóság, és nem tudják a társasház kezelője, a lakó ingatlanok tulajdonosai, hogy ami eddig jó volt, az most nem fog megfelelni. Nagyon sokszor ugye a kémény az egy olyan kritikus terület, ahol nem tudjuk eldönteni, hogy meddig a társasházi a kémény, és honnantól az én kötelezettségem. Na most, ha ezek nincsenek közgyűlési határozatban rendezve, akkor ez problémát jelenthet.
Hát általában a maga a kéménytest az a közös igen. tulajdon, de ha mondjuk a fűtési rendszeremet megváltoztatom, és azt ki kell bélelnem, annak a költsége az enyém. De a kéményhez való följutásnak a biztosítása, maga a kéményszerkezet, a leesés ellene védelem, a kéményseprőjárda, a fetkő, minden egyéb, az a társasházé. Na most ugye a tulajdonost fogja bizonyos értelemben kötelezni a kéményseprő, aki kijön és azt mondja, hogy ez a kémény itt nem megfelelő, ebben a lakásban a fűtést lezárjuk, pont. Majd legyen szíves megcsinálni, és majd szóljon, és visszajövünk, és megnézzük, hogy ez megfelelő-e. Na most ilyenkor mit tud tenni a lakó, akinek egyáltalán nincsenek is forrásai, és nagyobb részt ugye a társasháznak kellene ennek a működéshez biztosítani a megfelelő kereteket. Riporter kolléga kérdezett. Igen, tulajdonképpen ugye alapvetően azt tudom mondani, hogy ugye nyilván ez egy olyan gépészeti, eszenciális gépészeti része a társasháznak, meg a ház működésének, ami ugye a kémény esetében nyilvánvalóan társasházi közös tulajdon, de az már műszaki kérdés, és azt már, hogy a közös tulajdon és a külön tulajdonban álló lakáshoz tartozó mondjuk bekötésnek hol van a határa, ugye az alapvetően műszaki kérdés, amihez nyilván jogi konzekvenciák is társulnak, de ettől függően ugye, hogyha a kötelezés arra a részre szól, ami műszakilag a külön tulajdonú lakásnak az alkotó része, akkor nyilvánvalóan annak a karbantartása, és hogyha a jogszabályi kötelezés arra szól, akkor az a tulajdonosnak a kötelezettsége, minden másért a társasháznak kell helytállnia. Mielőtt átvennéd a műsorvezetést végképp, sajnos véget ért a műsorvezetők, de legközelebb majd közösen vezetjük, jó? De örülök a kérdésnek. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük. Mindenképpen. Köszönjük. Találkozunk Önökkel egy hét múlva, és szintén hasonló hasznos információkkal. A viszontlátásra. Támogatja az Zalakaros Varázslatos Wellness Birodalma, a 4 csillagos Mendem Magic Spa és Wellness Hotel. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. ballaingatlan.hu